benne látom, ahogy állunk, te meg én, akár a többi fej leszegve, egy néma tömeg közepén. Ebből elég, fordulok feléd, és a szám egy dalba kezd. Te is belépsz, a kezdet nehéz, de egyre többen fújjuk ezt. Hogy a gonosz csak addig erős, amíg a jók tétlenek. Csak annyi kell, hogy vége legyen, hogy higgyék el az emberek. Szemek, ébred a tömeg, ez nem is álom, nem látom más, mert szól a dalunk, és együtt vagyunk, erőnk a közös lázadás. Hiába üvölt, hiába vonul, hiába harap. Kiderült, hogy felfegyverkezve csoportosan követette erőszakot cselekményt. Megkérdezzük őt is, amint kamera elé áll, viszont a szeretett országba ő így belefér. Értem, de erről egy bírósági ítélet van, ha van egy ilyen bírósági ítélet, arról mi a véleménye önnek? És akkor nem nézett utána a szövetségesének, hogy ezt nem ismeri ezt a történetet? Milyen fegyvereket küldünk Ukrajnába? Köszönöm szépen, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Majd megkérdezem tőle. Nagyon, ha megvan a válasz, itt a Széll Kálmán téren is. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy én nagyon örülök annak, hogy itt látok egy elektromos autót, és nagyon örülnénk annak, hogyha a kerület elektromos autó gépjármű állománya az még inkább tovább tudna bővülni, és egy ilyen autónak egy nagyon nagy hasznát tudnánk venni, például a parkőri szolgálat, vagy a kátyúfigyelés terén. Azt már sikerült elérni, hogy a legtöbb önkormányzati autó az elektromos, most azon vagyunk, hogy a tehergépjárművek is elektromosak legyenek, de egy ilyen bici, amelyik tényleg a városban tudná figyelni azt, hogy mi történik, az nagy segítségünkre lenne, hogyha itt bárki esetleg érti a célra. Jelöltek, illetve miniszterelnök jelölt úr részletesen fog beszélni a programról. Én nagyon rövid leszek, és azt mondanám el, hogy miért fontos számomra az önkormányzat. Én azt mindig elmondom, hogy az önkormányzati politika számomra a politikának az a része, ahol a legtöbb és talán a legszebb sikereket lehet elérni a mindennapjainkban, a lakókörnyezetünket érintően. Egy-egy, most akikkel itt találkoztam, nagyon sok köszönetet és persze kritikát is kap az ember, vagy inkább javaslatot, és ezt öröm megoldani minél hamarabb. Legyen szó a legapróbb dologról, vagy egy-egy átfogó fejlesztésről. Én egy olyan kormányt szeretnék, amelyik számára az önkormányzati autonómia, az önkormányzatok fejlődése és az önkormányzatok lehetősége nem kérdés. Nem hadban állnak az önkormányzatokkal, hanem partnerként tekintenek rá. Azért, mert tudják, hogy az önkormányzatok vannak a legközelebb az emberekhez. Hogy az önkormányzatok tudják leginkább képviselni az emberek mindennapi problémáit. És sokan felvetik, hogy egy polgármester, egy önkormányzati politikus miért lép országos pályára. Én annak kifejezetten örülök, hogy önkormányzati tapasztalattal az emberek mindennapi problémáját érintő ember indul miniszterelnök jelöltként. Én mindenkit arra biztatnék, hogy április 3-án menjünk el, szavazzunk, válasszunk, és természetesen egy olyan kormányra, olyan jelöltekre adjuk le a voksunkat, akik az önkormányzatra partnerként és nem ellenfélként tekintenek. Nagyon szépen köszönöm, miniszterelnök jelölt úr itt van, úgyhogy én nem is rabolnám tovább az igényeket. Hajrá, köszönöm szépen!
nézést, megkérhetem a fotósokat, hogy menjenek a színpadra, mert mi utcaforrót tartunk. A következő felszólaló, nagyon szuper polgármesterek vannak itt Budapesten, ez egy áldás a helyieknek, ami érződik a választási kervben is. Úgyhogy engedjétek meg, hogy még egy polgármestert is felkonferáljak, aki hasonlóan elkötelezett és tiszta kezű, mint az először felszólaló, Béna Szályi Márta. Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlök mindenkit. Nagyon érdekes ez a hely, ahol vagyunk. Teljesen jogos volt, hogy Ősi Gergely polgármestertársam szólalt fel először, hiszen a Szél Kálmán tér az közigazgatásilag a második kerülethez tartozik. De valójában mindannyian tudjuk, hogy a Szél Kálmán tér az az első, a második és a 12. kerületnek is része virtuálisan és a hétköznapi élet valóságában. Miért is fontos ez? Azért fontos, mert egy új politizálásba szeretnénk kezdeni, április 4-én kezdődően, egy olyan politizálásban, ami nem arról szól, hogy azon vitatkozunk, hogy valamilyen feladat, valamilyen terület, valamilyen forrás pontosan kié és kidiszponál fölötte, hanem arról szól, hogy hogyan tudunk együttműködni és az adott forrást, az adott területet a lehető legjobban használni arra, hogy az ott élőknek jobb legyen. Én azt gondolom, hogy egyébként a második kerülettel és sok kérdésben még a 12. kerülettel is egy ilyen jó együttműködés útján kezdtünk el járni. Gondolhatunk az Ostrom 75-76-77 programsorozatra, ami pont arról szól, hogy hogyan tudunk megbeszélni kérdéseket, hogyan tudunk kinyitni olyan kérdéseket, ahol bebetonozódtak az álláspontok. De számos egyéb ilyen kérdés is van. Én forradalminak tartom ezt a mostani választást, abból a szempontból, hogy egy olyan miniszterelnök jelöltünk van, és olyan országgyűlési képviselőket választottunk ki előválasztással, akik együtt akarnak működni. Együtt akarnak működni egymással is, együtt akarnak működni az önkormányzatokkal is, és egyébként külpolitikai szinten együtt akarnak működni a körülöttünk lévő országokkal is. Mert az együttműködés lehet csak a jövőnknek az alapja, az együttműködés lehet csak egy olyan út, amin érdemes menni. Én azt látom, hogy az előválasztással kiválasztott képviselőjelöltjeink és miniszterelnök jelöltünk az elmúlt hónapokban elképesztően sok egyeztetésen és együttműködési folyamaton ment keresztül. És pont ez, hogy képesek vagyunk úgy együttműködni, hogy közben nem kell feladni az identitásunkat. Nem kell feladni azt, hogy első vagy második kerületiek vagyunk. Nem kell feladni azt, hogy milyen párthoz tartozunk. Nem kell feladni azt, hogy mit gondolunk ideológiáról, szakpolitikáról, hanem meg kell beszélnünk egymással. Hogy mindezeknek a színes képében mi lesz a legjobb, így mindannyiunknak együtt, mert mi mindnyájan így együtt bölcsebbek vagyunk, mint közülünk bárki egyedül. És ezt a közös bölcsességet fogja tudni miniszterelnök jelöltként Márki-Zay Péter összefogni, és ezt a közös bölcsességet fogják tudni képviselni az előválasztáson kiválasztott képviselőjelöltjeink. Ez nem lesz olyan egyszerű, mint az egypárti kormányzás. Az első kerületben is, a második kerületben is ellenzéki koalícióban működünk, ami bizony lassabb, nehézkesebb, akadozóbbnak tűnik, de a végén a megoldás, ami kijön, az sokkal jobb, mert az mindenkit képvisel, és nem csak egy ember akaratát képviseli. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Iványi Gábor kérdezte tőlem a napokban, hogy igaz az, jól érzékeli, hogy itt most az ellenzék soraiban végre egy áttörés van, és több női politikus látnak? Én azt hiszem, hogy ez igaz, és én azt gondolom, talán kérhetek magamnak és magunknak egy tapsot, mert ez egy nagyon pozitív, fontos fordulat. És azért is kérem ezt a tapsot, mert a következő felszólaló is egy bátor női politikus, aki egy nagyon kemény munkára adta a fejét, európai parlamenti képviselő és pártelnök is egyben, Donát Anna. Szeretettel üdvözlök mindenkit! Borzasztó látni, hogy rengeteg ismerős arcom én is az elmúlt hónapokban. Én többször is megfordultam itt a Moszkva téren, ami gyerekkorom óta mindig a találkozási pont volt az óránál, amióta politizálok, azóta pedig fixen ott állunk pulttal különböző ügyek mellett, és mindig
tele vannak ezek a pultok. Ez egy olyan pontja a városnak, ahol lehet folytatni közéletet, vitázni, érvelni. Amikor azt mondjuk, hogy legyen Magyarország mindannyiunké, akkor egy ilyen országért dolgozunk. Egy olyan országért, ahol lehet, sőt, támogatjuk, hogy máshogy gondolkozhatunk, máshogy szerethetünk, másba hihetünk, és épp úgy egy közösség tagjai vagyunk, amit úgy hívnak, hogy magyar nemzet. Én őszintén hiszem azt, hogy egy kormányváltás az egész nemzet javát fogja szolgálni, független attól, hogy milyen érzelmű, hiszen ez az együttműködés, ami most kormányváltásra készül, is ezerféle, rengeteg vitával és gondolattal, de ez visz előre mindannyiunkat. Most három olyan képviselő fog utána a színpadra lépni, akiknek ott a helye a magyar parlamentben, mert azt gondolom, hogy ennek a szellemiségnek a jegyébe fognak döntéseket hozni. Hajnal Miklós, Csárdi Antal és Tordai Bence, három remek ember, három különböző párt tagja, jár nekik méltán a taps. Még akkor is, ha nem fiatal bátor nők, hanem fiatal bátor férfiak, hiszen közösen fogunk felépíteni egy olyan országot, ahol végre mindannyiunknak jó lesz. De ez azzal kezdődik, hogy higgyük el, képesek vagyunk változtatni. Nincs az a rendszer, amit ne lehetne ledönteni, nincs az a gazdasági válság, amiből ne lehetne felfelé kilábalni, nincs az a társadalmi válság, amiből ne lehetne kivállalni. Csak akkor vagyunk erre képesek, ha végre felfogjuk, hogy közösségként kell együtt cselekednünk. Nem kell egymást szeretni, de segítenünk kell egymást. Egy olyan országnak van jövője, ahol senkit sem hagyunk az útszélén, a legelesettebbtől kezdve a legegyedülállóbbakig mindenkinek kezet nyújtunk, és a közösség együtt megvédi őket. Az a közösség, ami most itt van, biztos vagyok benne, hogy egy ilyen országba szeretne élni. Én azt kérem mindenkitől, beszéljen azokkal az ismerősével a következő napokban, aki még ebben bizonytalan, aki nem hiszi el, hogy képes az ő szavazatával változást elérni. Mindannyiunk szavazata ugyanannyit ér. Orbán Viktor szavazata se ér többet, mint az enyém, vagy bármelyik ökeit. Higgyük el, a sok kevés szavazatból sok-sok szavazat lesz. Mi vagyunk többségben, de ahhoz el kell menni április 3-án, és be kell húzni az egyes listára, az ellenzék közös listájára az X-et, és azokra az ellenzéki jelöltekre, akikkel az elmúlt hónapokban lépten nyomon találkozhattak. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy az ellenzék közössége folyamatosan az utcán volt. Az előválasztás óta folyamatosan önökkel, veletek vagyunk, és én ezt a munkát szeretném folytatni. Én ezt a munkát kezdtem el 2,5 évvel ezelőtt az Európai Parlamentben, folyamatosan hidat képezve Európa és Budapest között, és azt gondolom, hogy olyan emberekre van szükség a Magyarország gyűlés falain belül, akik ugyanezt a munkát elvégzik, hiszen a magyar képviselők legyenek a parlament épületén belül itt, vagy az Európai Parlament falain belül, közösen képviseljük a magyar nemzetet és a magyar érdekeket, egy olyan nemzetét, ami sokszínű, sokfélét gondol, de egy dologban biztos, van jövője, és mindent megtesz a következő generációknak, hogy a szebbik oldalát lássa ennek az országnak és ennek a társadalomnak. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak, és kérem önöket, menjenek el április 3-án szavazni, vigyék el az összes ismerősüket, győzzék meg őket, és ne higgyenek azoknak a kutatásoknak, amik azt mondják, hogy a nők és a fiatalok nem érdekli a politika. Én azt kell, hogy mondjam, hogyha csak ide oldalra nézek, rengeteg fiatal nő van, akit igenis érdekel, és keményen tett a változásért. Úgyhogy őket is vonjuk be, az összes generációt, mindenkit, és közösen váltsunk kormány. Legyen Magyarország mindannyiunké. Köszönöm szépen! Akkor most jöjjenek a főszereplők, a jelöltek, akik nélkül nem lesz kormányváltás, mert kevés a listára szavazni, az egyéni jelölteken múlik döntően a rendszer, de a listára is nagyon fontos, mert azért annak is van jelentősége, úgyhogy itt Budapesten bátorítalak benneteket, mi járjuk a vidéket, ma is rengeteg állomáson lesz majd országjárás, és én néha külön utakon is járok, hogy még több helyre elérjünk. Azt gondoljuk, hogy a vidéket kell felrázni, és ebben van igazság, de azért Budapest se aludhat, bár én bízom benne, hogy titeket már nagyon nem kell bátorítani, hiszen annyira dühösek vagytok, és annyira akarjátok, hogy váltsatok rendszert. Tehát én mindenképpen kiemelném azt, hogy itt Budapesten is amennyire csak lehet el kell menni szavazni, hiszen ez az igazságtalan győztes kompenzáció rendszer a magunk javára is lehet fordítani, tehát
ne féljünk nagyon-nagyon sokan szavazni az egységes ellenzék közös jelöltjeire itt Budapesten is. Elsőként a jelöltek sorában Budapest első OLVK-jának képviselőjelöltjét, Csárdi Antalt szólítom. Óriási öröm látni ezt a tömeget. És amikor a tömegre nézek, akkor azért nem tudom nem az eszembe vésni, hogy néhány nap van hátra a választásból, és én tudom, hogy a többség már eldöntötte, hogy kire, hova és hogyan szavaz, és akik még nem döntöttek, ők fogják eldönteni a választást. És épp ezért, mielőtt ők döntenek, szeretném, ha figyelembe vennének néhány olyan szempontot, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül. A Fidesz kormány volt a rendszerváltás óta a legkorruptabb kormány Magyarországon. Adó milliárdnyi forintokból létrehoztak egy saját haveri elitet. Ez azt jelenti, hogy ma a 10 leggazdagabb magyarból több mint 5 a mostani Fidesz-KDNP kormányhoz és annak tevékenységéhez kötheti a meggazdagodását. És minden, ami ezzel jár, az egy átlag ember számára szinte felfoghatatlan mértékű urizálás, rongyrázás, jachtok, és amit el tudunk képzelni, és pontosan ismerjük ezeket a történeteket. A kormányváltás után egy olyan országot fogunk építeni, amelyik nem szervezi, hanem megszünteti a korrupciót, amely nem jutalmazza, hanem bünteti a korrupciót, mert a korrupció a mi adóforintjainkból veszel, és azokból a feladatoknak az ellátásából veszel, amit mi jó minőségben el fogunk végezni. A Fidesz 12 éve azon dolgozik folyamatosan, hogy nyugat felől, kelet felé fordítsa országunknak a hajóját. Pedig meggyőződésem, hogy mi okkal és joggal tettünk hitet az Unió irányába, okkal és joggal tettünk hitet a NATO irányába, az euróatlanti közösségnek vagyunk a részei. És ezt nem lehet úgy csinálni, ahogy Orbán Viktor csinálja, hogy kettős játékot játszik, hogy kicsit ide is mosolygok, kicsit oda is mosolygok, de véletlen sem merem kimondani azt a szót, hogy Vlagyimir Putyin egy agresszor. Nézzék meg, hogy mit eredményezett ez Magyarország megítélésében ez a politika. Ez azt eredményezte, és ez kézzelfogható, hogy nem tudjuk megrendezni a visegrádi négyek találkozóját, mert a résztvevőknek a fele lemondta emiatt a szélkakas politika miatt a részvételét. Ez ma Magyarország megítélése, és ezt nem engedhetjük. De a Fidesz kormány 12 év alatt azt is elérte, hogy ma el lehet mondani felelősen, hogy a magyar kormány a legrosszabb munkaadó. Ma állami dolgozónak lenni egyet jelent a szegénységgel. Az állami dolgozók, a köztisztviselők, a közalkalmazottaknak a túlnyomó része nem keresi meg a nettó 200 ezer forintot. Miközben egyébként a látványberuházások pörögnek, a sikerpropaganda ezerrel pörög, és ezek a honfitársaink nem keresnek meg 200 ezer forintot. És sajnos a károkozás itt nem áll meg, mert a Fidesz-KDNP kormány 12 éve az azt eredményezte, hogy gyakorlatilag teljesen tönkretették az oktatást. Azt az oktatást, ami Magyarország felemelkedésének a kulcsa. Magyarország felemelkedésének a kulcsa, és amíg ebbe nem fektetünk pénzt, energiát és minőséget, addig ez az ország nem fog tudni versenyképes fiatalokat kinevelni. A mai oktatási rendszer azt írja el, hogy a gyerekeink nem jutnak hozzá olyan versenyképes tudáshoz, amivel akár csak itt hazánkban, de hogyha európai összehasonlításban nézzük, Európában sem állják meg a helyüket. És épp ezért azt gondolom, hogy kell a kormányváltás ahhoz,
hogy megszüntessük a fizetős felsőoktatást, kell a kormányváltás ahhoz, hogy olyan tudással vértezzük föl a gyerekeinket, akik sikerre fognak halmozni. De ez nem megy másképp, csak az oktatás megerősítésével, és az oktatás megerősítésének a kulcsa pedig a kormányváltás. Azt láthattuk, hogy az Orbán kormány bosszúálló. Bosszúálló, mert megbántódott azon, hogy önkormányzatok sokasága választott ellenzéki vezetést. És erre az volt az egyetlen reakciója, hogy hogy tudok bosszút állni azokon az embereken, akik nem a Fideszre szavaztak. És ez olyan kárt okozott társadalmilag és az önkormányzatok számára is, aminek eredményeképpen fejlesztések, felújítások maradtak el. Csak az én választókerületemben, itt a belvárosban tudok két olyan önkormányzatot, amely több száz millió forintot veszített el azért, mert ellenzéki vezetést választott meg magának. Meggyőződésem, hogy a közös út az akkor lesz működőképes, ha partnerként tekintünk az önkormányzatokra, és hagyjuk, hogy az önkormányzatok elvégezhessék a feladataikat. Orbán Viktor azt mondta néhány évvel ezelőtt, hogy ne azt nézzétek, amit beszélek, hanem amit teszek. És hogyha megnézzük, akkor én ugyanezt kérem mindannyiuktól. Azt nézzék meg, amit tesz, és ne azt, amit mond. Nézzék meg az óriás plakátokat, nézzék meg a kormánypropaganda adását, és észre fogják venni, hogy különbség van a saját valóságélményünk és az ott elhangzottak között. Merjenek hinni saját maguknak, merjenek hinni a saját szemüknek, és amikor végig gondolják, hogy milyen irányba is tart ez az ország, akkor döntsék el, hogy elmennek szavazni, és akkor döntsék el, hogy kire fognak szavazni. Azt szeretném kérni mindannyiuktól, hogy egyrészt vasárnap mindenféleképpen menjenek el választani. És én szeretnék még egy nagyon fontos kérést megfogalmazni innen föntről a pulpitusról, hogy ha hazamentek, hívják föl barátaikat, rokonaikat, ismerőseiket. Az sem baj, ha távoli ismerős. És győzzék meg, hogy Magyarország útja az csak fölfele mutat. Ez pedig a kormányváltáson keresztül vezet. Köszönöm szépen! Ha már nagy mellénnyel azt mondtam az előbb, hogy ne féljünk túlnyerni magunkat itt Budapesten, a következő felszólalónál talán az egyetlen kerület itt Budapesten, ahol van tétje a választásnak. Én bízom benne, azért nem olyan nagy, sőt én fogadást is kötöttem, mert én eléggé reménykedő típus vagyok, és én azt gondolom, hogy Budapest mindent összes körzetét meg fogjuk nyerni, és igazából meg fogja nyerni Budapest, tehát nem én fogom megnyerni, hanem mi mindannyian is az országnak nyerjük meg. Fogadást is kötöttem, hogy egy üvegbort kapok majd nyerek azért, hogyha tényleg az összes körzetet megnyerjük, úgyhogy én nagyon szorítok már csak ezért is Hajnal Miklósnak, de egyébként meg mindannyiunk érdeke az, hogy felszabaduljon Hegyvidék is. Úgyhogy szeretettel fogadják Hajnal Miklóst! Sziasztok! Remélem tegeződhetünk. Hello! Nagyon jó. Nem azért, mert hogy a tegeződés az kevésbé komoly dolog lenne, nem a magázódástól leszünk mi komolyak. Attól leszünk komolyak, hogy miről beszélünk, attól leszünk komolyak, hogy mi a tartalma a mondani való, hogy miről beszélgetünk, akár egy-egy utcafórumon, mi van leírva a programunkban, attól leszünk komolyak, komolyan vehetőek, egyes szavakkal élve kormányzóképesek, hogy mikről van szó egy vitában. Én nekem elég komoly tapasztalataim lettek ezzel kapcsolatban az elmúlt napokban, és sosem gondoltam volna, hogy ennyire nehéz lesz összehozni egy választási vitát, mint nekünk itt a Hegyvidéken. De hát ilyen napokat élünk. Itt vagyunk 5 nappal a választás előtt. Nekem meg lett ígérve, és a hegyvidéki választóknak meg lett ígérve, de hozzáteszem,
széles nyilvánosság előtt a Partizánban Gulyás Mártonnak meg lett ígérve, hogy lesz egy jelölti vitánk, és ez még mindig nem jött össze. Szóval egy kicsit furcsán állok most itt, jelöltként bevallom nektek, én itt állok, és azon gondolkodom, hogyha a Fidesz büszke lenne az elmúlt 12 évére, akkor ők maguk akarnának kiállni vitázni. Akkor ők maguk mondanák azt, hogy jöjjön mindenki, vitázzunk, gyerünk! Hát sorban állnának a fideszes jelöltek, sorban állnak egyébként Orbán Viktor is, és alig várna a vitát Márki-Zay Péterrel, hogy beszámolhasson arra a rengeteg eredményről, amit ők a 12 évben fel tudnak mutatni. Az a helyzet, hogy ezek az eredmények nincsenek meg. Az a helyzet, hogy 8% az infláció, 1400 forint az államháztartási hiány, 400 forint az euró. Ez az elmúlt 12 év eredménye. És programja sincs ezúttal a Fidesznek, nem csak vitázni nem hajlandóak. Remélem nem az a programjuk, hogy folytatják, mert hogyha ezt akarják most folytatni, ami most az országban zajlik, akkor azt hiszem, hogy ennek nem lesz többsége. Az előbb a bevezetőben elmondta Kati, hogy ez az egyetlen billegő körzet itt Budapesten. Én az elmúlt hetekben, most már merem azt mondani, hónapokban nagyon sokat voltam itt a 12. kerületnek, meg a 2. kerületnek az utcáin. Sokatokkal találkoztunk személyesen is, meg fogunk is találkozni még a következő napokban. Én soha ennyire biztos nem voltam még abban, hogy ez a körzet nem fog billegni. Soha ennyire biztos nem voltam még abban, hogy itt is győzni fogunk április 3-án. Soha ennyire biztos nem voltam még abban, hogy április 3-án itt is egy lépéssel közel kerülünk a kormányváltáshoz. Tavaly ősszel az előválasztáson 12 ezer hegyvidéki és belbudai választópolgár ment el, hogy döntsön arról, hogy ki legyen itt a közös ellenzéki jelölt. 12 ezer, ez egy óriási szám. Én egy dolgot kérek ettől a 12 ezer embertől, hogy mindenki egyrészt jöjjön el most is április 3-án szavazni, de hozzon magával nem egy, nem kettő, hanem három ember. Hogyha ezt megcsináljuk mindannyian, akkor nagyon sima lesz itt a győzelem, akkor nem lesz kérdés, hogy egész Budapestet megnyerjük, és nem lesz kérdés, hogy Kati is megnyeri azt a borát. De muszáj egy kicsit beszélni arról, hogy miért csináljuk ezt az egészet. Nyilvánvalóan a kormányváltásért csináljuk. Azért csináljuk, mert tudjuk, hogy minden egyes egyéni győzelem, ha összeadódik, akkor meg lesz a kormányváltás is. De itt ebben a kerületben, amit hajlamosak az egyik legkonzervatívabb kerületként is jellemezni, amit hajlamosak vagyunk a egyik legzöldebb kerületnek is nevezni Budapesten, itt pontosan ezért csináljuk ezt. Pontosan azért csináljuk, mert kevés konzervatívabb dolog van annál, mint ellenezni nagy beruházásokat. Kevés konzervatívabb dolog van annál, mint kiállni a fák megvédése mellett és a fák kivágása ellen. Kevés konzervatívabb dolog van annál, mint azt mondani, hogy a normafa maradjon természetvédelmi terület, és ne egy nemzetgazdasági beruházás legyen. Szóval én arra biztatnám a konzervatív szavazókat is, hogy tartsanak legyen. És az a helyzet, hogyha itt már mindenki, aki ellenzéki 2018-ban, ha együttesen, közösen összefognak a pártok, összefognak az emberek, 2018-ban is győztünk volna, most viszont megvan ez a lehetőség, most megvan ez az adottság, és én azt gondolom, hogy most emiatt a győzelem sem fog elmaradni. Muszáj egy pár szót ejtenem az ellenfélről is. Nem tudom, hogy mennyire néztek politikai beszédeket itt az elmúlt hónapokban. Hajlamosak arra mostanában a jelöltek, hogy ne ejtsék ki a másik nevét. Én nagyon szívesen kiejtem Fürjes Balázs nevét, és nagyon szívesen mesélek nektek az elmúlt 12 éves munkájáról. Ő ugyanis ezt el akarja titkolni. Van itt egy olyan fideszes jelölt, aki gyakorlatilag szégyelli azt, hogy ő mit tett az elmúlt 30 évben, hogy ő építője volt ennek a rendszernek, ennek a pártnak, ennek a pártállamnak, és szégyelli azt is, hogy milyen beruházásokat vitt véghez az elmúlt 12 évben. Ezért van az, hogy ő most nem ezzel kampányol, ezért van az, hogy ő a Fidesz logóját is alig merte az elmúlt egy évben kirakni a plakátjaira, de én azt gondolom, hogy a hegyvidéki és belbudai választók át fognak ezen látni. Azt gondolom, hogy nem szabad az itt élőket hülyének nézni, és nem lehet az itteniéket hülyének nézni. Azt gondolom, hogy ennek a döntésnek meg lesz az eredménye április 3-án. És egy gondolat erejéig, ha már ilyen sokan összegyűltünk itt kedd délelőtt 11 órakor, köszönöm szépen, hogy ilyen sokan eljöttetek, egy gondolat erejéig muszáj szólnom a kutyapártról is.
A kutyapárt szavazókat én egyetlen egy dologra szeretném kérni. Én megértem, hogyha nekik fontos a kutyapártnak a támogatása. Egyébként én is elismerem azt a munkát, amit a kutyapárt a 12. kerületben végez, és végzett az elmúlt években. Azonban azt is szeretném kérni, hogy gondolják át, hogy melyik szavazatukkal mit segítenek. Gondolják át azt, hogy azért most mekkora a tét. Gondolják át azt, hogy a kormányváltáson nagyon sok múlik itt az egyéni jelölteken. Nagyon sok múlik azon, hogy győzünk ebben a körzetben. És én arra kérem őket, hogy fontolják meg ők is azt, hogy a közös ellenzéki jelölteket támogatják. Isten, ha ők feltétlenül a kutyapártra szeretnének szavazni, azt gondolják, van esélyük bekerülni, elfogadom. Én nyilván a közös lista mellett kampányolok, én azt szeretném, hogy a közös listára minél többen szavazzanak. De hogyha valakinek ezzel szemben ellenérzései is vannak, de legalább kormányváltást szeretne, akkor legalább a közös ellenzéki jelöltek mellett álljon ki. Ez a minimum. És erre kérném őket. Én egyetlen gondolattal szeretném zárni ezt a rövid beszédet, ez pedig a köszönet gondolata lesz. Az elmúlt hónapokban mi egy nagyon-nagyon kemény kampányt folytattunk, ez nekem személyesen is sokszor kemény volt, mert azért ez a rengeteg átragasztott, megrongált plakát, ez a rengeteg negatív hirdetés a YouTube-on, meg a Facebookon, ez nyilván megviseli az ember. De nagyon köszönöm azt, hogy tartottátok bennem is a lelket, meg az egész közösségben tartottátok a lelket, és nagyon köszönöm annak a több mint 200 aktivistának, aki most is itt van a pultoknál, aki minden egyes nap kint van a Széll Kálmán téren, kint van a Királyhágó téren, kint van a Böszörményi úton, kint van a János kórháznál, kint van néha a Mehvárt téren. Ezeknek az embereknek, ti, akik ma eljöttetek, nagyon sokan, köszönöm a munkátokat, mert enélkül nem lenne esélyünk, enélkül nem lenne kormányváltás április 3-án. Köszönöm szépen! Köszönöm azoknak, akik bekopogtattak lassan 15 ezer ajtón itt a kerületben. Szerintem soha ennyi hegyvidéki polgárhoz az ellenzék még nem kopogtatott be, mint ebben a kampányban. Köszönöm nekik is! Köszönöm azoknak, akik összegyűjtötték az országban a második legtöbb aláírást a Fuden Egyetem ellen. Egyedül a Jámar Andrásék gyűjtöttek többet. És köszönöm szépen egyébként itt a jelöltársaknak is, Tordai Bencének és Csárdi Antalnak is, mert nagyon jól tudunk itt együtt dolgozni, ma is a Széll Kálmán téren, meg minden egyes nap. Szóval köszönöm szépen mindenkinek, hajrá, húzzunk bele, és váltsunk kormány Budán is! Úgy legyen, az is mutatja, hogy a hegyvidéken a Fidesz nagyon mozgolódik, hogy most láttuk őt személyesen, Hajnal Miklós, de egyébként megtettek mindent, szinte az összes plakátját letépték. Annyira kis stílű dolog ilyen szinten mérkőzni meg a másik emberrel. Hála Istennek nem küzd ilyen problémákkal Tordai Bence. Már beszéltem be, hál' Istennek eljött ő is egy országjáró alkalmunkra Egerben, és elmondtam, hogy ha politikai palettát felrajzolnánk, ő lenne itt, én ott lennék, de mégis, mivel sokkal több van, ami összeköt bennünket, és mint szétválaszt, és a haza szeretete kötött minket szövetségben, nem kérdés, hogy mennyire elkötelezettel tudunk együtt dolgozni, úgyhogy fogadjátok szeretettel Tordai Bencét! Jó napot kívánok, sziasztok! Hadd áruljam el nektek, hogy mire számítunk és kikre számítunk most vasárnap. Először is győzelemre számítunk. És elmondom azt is, hogy miért. Azért számítunk győzelemre, mert számítunk mindazoknak a szavazatára, akik tájékozottak és tisztességesek. Márki-Zay Péter azt szokta mondani, hogy tisztességes ember nem szavazhat a Fideszre, én azt mondom, hogy tisztességes és tájékozott gondolkozó ember az ellenzék közös listájára és közös jelöltjére kell, hogy szavazzon. Aki átlátja a választás tétjét, aki tudja, hogy mi forog kockán, aki érti a választási rendszert, azt tudja, hogy az egyetlen jól hasznosuló szavazat a hatpárti közös listára és jelöltekre adott szavazat, az egyes listára adott szavazat, és Budapest 4-es választókerületen a 6-os számú jelöltre rámra adott szavazat. Elmondom azt is, hogy miért vagyok ezzel kapcsolatban nagyon optimista. Utoljára tegnap beszéltem egy korábbi fideszes szavazóval, sőt, nem csak fideszes szavazó volt, hanem fideszes képviselő, aki egy idő után pontosan átlátta, hogy mi folyik abban a rezsimben, amit Orbánék építettek, és már az ellenzék egyik legelkötelezettebb támogatója.
pontosan látja, hogy mi az az erkölcstelenség, amit nem lehet semmilyen nemzeti mázzal leöntve eladni már tisztességes és tájékozott embernek. Pontosan látja ő is, és látjuk egyre többen, hogy a Fidesznek gyakorlatilag az összes jelöltje és az összes aktív politikusa része annak az erkölcsileg rothadt, korrupt rezsimnek, amit az elmúlt 12 évben felépítettek. Nem csak a vidéki fideszesek, nem csak a Mennyi Rolandok, a Simonka Györgyök, a Boldog Istvánok, meg a papírzacskó Pálok azok, akik viszik magukkal a közpénzeket. Sőt, az elmúlt hetekben kiderült, hogy a budai Fidesz legalább annyira korrupt és legalább annyira erkölcstelen, mint ezek a kispályás vidéki pénzcsinálók. Az a különbség, hogy ők egy kicsit jobb stílusérzékkel, kicsit ügyesebben, meg kicsit több nullával a végén csinálják ugyanazokat a bizniszeket. Most derült ki az elmúlt hetekben a budai Fidesz erős embereiről egy-egy újabb korrupciós botrány. Varga Mihályról már eddig is tudtuk, hogy a kerületben az összes beruházás gyakorlatilag az ő egyetemi csoporttársának a cége kivitelezi vaskos felárral, és azt is tudjuk, hogy a kivitelezők azok a úgynevezett karcagi maffiának az emberei. De Varga Mihály talán már a múlt, ezzel együtt azért nem érdektelen, hogy kinek és hogyan adja a közös pénzünket. Hatházi Ákos néhány nappal ezelőtt mutatta meg, hogy Varga Mihály barátja, ez a geotermikus Imre, aki geotermikus erőművek kapcsán is ellopott már pár milliárd forintot, most éppen a fecskendőgyár kapcsán tett rá sikeresen 100%-os felárat a tényleges költségekre. 100%-os felárat, dupla áron dolgoznak Varga meg a Fidesz környéki oligarchák. Nem nagy meglepetés, látom, nincsen döbbenet az arcokon, eddig is tudtuk, jogos. Az talán egy kicsit vakmerőbb volt, amit a másik bukott budai fideszes Láng Zsoltnak az emberei csináltak itt a kerületi Sport Kft-ben. Na itt már megy a húlyogás, úgy. Szóval, amikor tételesen számlákkal kimutathatóan bizonyították, hogy 450 millió forintot loptak el abban a pénzből, amiből egyébként uszodát kellett volna építeni, az uszodaépítés nem sikerült túl jól, mert ugye ereszt a medence, végül is, hát egy medencében víz van, nagy meglepetés, de hogy közben azt a 450 milliót sikerült a baráti sportcsapatok, a család, a barátok utazásaira, Forma 1-es belépőire, és a végére hagytam természetesen az először csak mértéktartóan és szerényen 6 milliós időmérő szerkezetre, majd a 11,6 milliós Rolexre elkölteni. Tehát amikor ott tart a fideszes, hogy rábízza a fideszes polgármester a céget, ő meg azt gondolja, hogy ez azt jelenti, hogy fogja a céges hitelkártyát, bemegy a frissen megnyílt Rolex szalomba, és azt mondja, hogy azt az időmérő szerkezetet kérem, hát akkor majd nem az uszodába lesz, hanem a csuklómra. Köszönjük szépen! Azt hiszem, levizsgáztak előttünk. És akkor ide jön, ide küldenek egy harmadik fideszest, akinek a nevét szerintem méltán nem jegyzik meg az emberek, és a történelemkönyvek lapjaira is maximum lábjegyzetként egy darab, de elég vaskos korrupciós ügyel fog tudni felkerülni. Szóval van ez a srác, akivel kiplakátolták a kerületet, és aki azzal tudott nevet csinálni magának, hogy Orbán és Putyin metróbizniszét próbálta tisztára mosni. Megint csak Hatházi Ákosnak köszönhetjük, meg néhány éleszemű második kerületi polgárnak, hogy kiderült, hogy a fideszes önkormányzati képviselő, második kerületi frakcióvezető volt az a független szakértő, aki megmondta, hogy az teljesen rendben van, hogyha 50 éves szovjet metrókocsik után gyártott másolatait adják el nekünk kamatokkal együtt 84 milliárd forintért, amikben se légkondi nincsen, se kényelmi berendezések, zajos, zörög, cserébe rozsdásodik. És egyébként most, amikor Orbán haverja Putyin lerohanta Ukrajnát, akkor kiderül, hogy a szankciók miatt már javítani se fogják tudni, mert hogy nem nagyon lehet gazdasági kapcsolatokat fenntartani Oroszországgal. Csodálatos döntés született, bár ugyanennyi pénzből teljesen modern, újonnan gyártott, nyugati légkondis metrókocsikat is vehettünk volna, de nem. És ezt meg lehetett oldani jogilag, és volt ember, aki mondanám, hogy a nevét adta ahhoz, hogy írjon egy 62 oldalas jelentést arról, hogy ez tökéletesen rendben van, de nem adta hozzá a nevét, az ügyvédiroda adta a nevét, ő írta az aláírását, és mi kellettünk ahhoz, hogy ez összeérjen. Úgyhogy ha valaki tisztességes embereket keres, akkor azt ne a budai Fideszben keresse, sőt, ne a Fideszben keresse. Aki tisztességes, becsületes embereket keres, azt keresse az ellenzéki listákon, az ellenzéki jelöltek között, és hogyha tisztességes politikát akar, akkor vasárnap szavazzon a változásra.
Az elmúlt napokban mi budai aktivisták, hiszen mindannyian a változás aktivistái, nagykövetei vagyunk, vidéken jártunk, szombaton Hevesben, vasárnap Borsodban, hétfő Hajdú-Bihar megyében, billegő körzetekben próbáltuk segíteni a helyi jelölteket és a helyi csapatokat, mert tudjuk, hogy ezekben a billegő körzetekben fog végső soron eldőlni a választás, és tudjuk azt is, hogy akinek több ereje és több lehetősége van, annak több felelőssége is van. Mi úgy szoktuk mondani, hogy Buda utat mutat szolidaritásból, cselekvő szolidaritásból, vagy ahogy Őrsi Gergely szokta mondani, Buda segít. És azt szeretném, hogyha ez nem csak ebben a kampányban lenne igaz. Én azt szeretném, hogyha mi budaiak nem csak a holnapra gondolnánk, hanem a holnap utára is. A kormányváltás után elképesztően sok, sürgős, nagy, kemény feladat áll előttünk. Az a helyzet, hogy engem nem ezek érdekelnek a leginkább. Igen, el kell zárni a pénzcsapokat, le kell törni a korrupciót, meg kell erősítenünk a nyugathoz tartozásunkat, újjá kell építenünk a kapcsolatainkat az Európai Unióval és a NATO-val, csatlakoznunk kell az Európai Ügyészséghez, kidolgozni minél előbb az eurós csatlakozásnak a menetrendjét, és számtalan egyéb dolog, nem mellesleg megoldani egy gazdasági válságot, amit Orbánék hagynak itt a nyakunkra, de én leginkább nem is azzal szeretnék foglalkozni, hogy mi lesz holnap, hanem hogy mi lesz holnap után. De szeretném, hogyha Buda messzebbre tekintene, megtehetjük azt, hogy foglalkozzunk a nem olyan távoli jövővel is, foglalkozzunk azzal, hogy 2030-ra hogyan fogjuk elérni a klímacéljainkat, hiszen látjuk, hogy milyen asszály van már most is, hogy lángolnak az erdők, hogy a gyerekeink felkészültebbek az ökológiai válság, a klímakatasztrófa ügyében, mint mi felnőttek, és felelősebben cselekszenek. Én szeretném azt, hogyha elsőnek talán mi itt Budán felzárkoznánk a saját gyerekeinkhez, és egy olyan jövőtudatos politikát indítanánk be, ami megint csak utat tud mutatni az egész országnak, meg tudjuk mutatni a hétköznapok szintjén, a választói attitűdök szintjén, a fogyasztói döntéseink szintjén, és természetesen a politika szintjén is, hogy mi kell ahhoz, hogy Magyarország ne csak egy év múlva legyen élhető hely, hanem 10 és 50 év múlva is. Nagyon inspirálóak voltak azok a beszélgetések, amiket veletek folytattam itt az elmúlt, mondanám, hogy hetekben, hónapokban, de igazából egy-másfél évben, amióta folyamatosan kampányolunk. Mert azt láttam, hogy itt nem csak politikailag tudatos, társadalmilag tudatos, szolidáris, hanem egészségtudatos és jövőtudatos, környezettudatos emberekkel van tele a választókerület. És nagyon jó közétek tartozni, és nagyon büszke vagyok rátok magunkra, hogyha szabad ilyet mondani. Úgyhogy nekünk tényleg az lesz a feladatunk, hogy motorja legyünk annak a zöld fordulatnak, amire mi már tudunk figyelni, és ami egészen biztos, hogy egy narancsuralmi rezsimben nem tud kiteljesedni. Rohadt narancs, esetleg lehet zöld, penészes, nem tudom, de ez biztos, hogy valódi zöld politikát, valódi hosszú távú, jövőbiztos politikát, és jövőálló gazdaságot, társadalmat csak egy igazságos zöld fordulat tud elhozni Magyarországnak. Úgyhogy mi a választás után, a választási győzelem után, a kormányalakítás közben is már minden idegszálunkkal azon leszünk, hogy ilyen irányba vigyünk Magyarország hosszú távú jövőjét, mert ez az, amivel majd végső soron el kell számolnunk. El kell számolnunk persze azzal, hogy mit tettünk az Orbán rezsim ellenében, hová vezetett az a 12 évi folytonos küzdelem, az a folytonos védekezés, az a folytonos óvása az értékeinknek, de azt hiszem, hogy ez a munka, ez a küzdelem, amit az elmúlt 12 évben folytattunk, most vasárnap véget érhet, és végre a teremtésre, az alkotásra és az építkezésre fordíthatjuk az erőnket. Én már nagyon várom. Hajrá mi, és legyen Magyarország mindannyiunké. Sziasztok! Következő felszólaló többet szerepel a nemzetek közmédiáiban, mint a mi adóforintjainkból fenntartottban. Ez a felfokozott nemzetközi érdeklődés azt is mutatja, hogy tényleg történelmi jelentőségű következő választás. Talán 89 óta nem érdeklődtek irántunk ennyien. Be lehet kerülni a médiába szörnyűségekkel is, de sokkal fontosabb az, hogy valamit, történelmet csinálhatunk, pozitívat tehetünk itt Európában. Úgyhogy fogadjátok szeretettel Magyarország reményeink szerint következő miniszterelnökét, Márki-Zay Pétert. Nagyon
nagyon szép napot kívánok önöknek, jó napot kívánok Budapest! Egy történelmi helyszín az, hiszen ennek a térnek a nevét nemrégen megváltoztatta a Fidesz, rendkívül hősiesen szembeszállva Moszkvával, majd rendkívül gyává bejelentették, hogy ja, elnézést kérek, lesz majd egy másik Moszkva tér Budapesten. Emlékeznek erre? Sokan velem együtt emlékeznek még a 80-as években, amikor azt a számot énekelték sokan, hogy Moszkva térig jár az 56-os busz. Sok az ellenőr, még sincs kalauz. Emlékeznek erre is biztos sokan, Hobónak volt egy ilyen száma. Hát sajnos ma, 33 évvel a 89-es rendszerváltás kezdete után, ez az 56-os busz és a Moszkva tér hasonlat, ez még mindig rezonál bennünk. Hogy még mindig azt látjuk, hogy Orbán Viktor még nem tudja eldönteni, hogy amikor egy független államot lerohannak, mint 56-ban Magyarországot, amikor a Vörös Hadsereg gyilkolja a gyermekeket, terhes anyákat, sőt, atomerőműveket lövet, akkor Orbán Viktor még mindig nem tudja eldönteni, hogy hogy tartson egyenlő távolságot a gyilkosoktól és az áldozatoktól. Hogy 56 után van olyan magyar politikus, aki nem tudja kimondani azt, hogy mi mindig az agresszor ellen kell kiálljunk, és mindig az áldozatokkal kell legyünk. Orbán Viktor elárulta Magyarországot, elárulta az Uniót, elárulta a NATO-t, elárult mindannyiunkat. Orbán Viktor szavakban persze mindig azt mondta, amit úgy gondol, hogy hallani szeretnének. Orbán Viktor volt már kommunista, ő a Kommunista Ifjúsági Szövetségben kezdte a pályáját. Orbán Viktor volt liberális. Orbán Viktor megszavazta az azonos nemű párok egyenlő jogait. Orbán Viktor azt mondta, liberális internacionál alelnökeként, hogy amíg ő lesz a Fidesz elnöke, addig a Fidesz mindig is egy liberális párt lesz. Utána Orbán Viktor volt egy olyan konzervatív, általam is támogatott konzervatív politikus, aki harcosan Putyin ellenes és Európa párti volt, és azt ígérte, hogy azonnal bevezetik az eurót, amint lehetséges. Hát aztán valami a 2009-2010 után ugyanez az Orbán Viktor egy harcosan Európa ellenes és Putyin párti új politikusunk lett, aki egy pártállamot épít, aki bevezette újra az egypártrendszert Magyarországon, aki gyakorlatilag kizárja a teljes nyilvánosságot a köztévéből, 4 év alatt 5 perc megszólalási időt ad a teljes ellenzéknek, annak a 3 millió választópolgárnak a képviseletében, akik nem akarnak egy putinista diktatúrában élni. Orbán Viktor ebben az utóbbi 12 évben olyanokkal szövetkezett és egy olyanokkal akar az Európai Unióban egy új frakciót alapítani, mint olyan Putyin vérencekkel, mint Salvini, Le Pen, az AfD, vagy éppenséggel az az AUR, amelynek az egyetlen célja, hogy ki a magyarokkal Romániából, ki a magyarokkal Erdélyből. Orbán Viktor teljes pályája mutatja azt, hogy ha éppenséggel ebből tudna lopni, Orbán Viktor büszke pedofil lenne. Orbán Viktornak nincsenek erkölcsei, neki csak érdekei vannak, ő folyamatosan hazudik. Nem csak 4 év alatt változtatja a véleményét, és lesz kommunistából liberális, konzervatív, majd fasiszta. Orbán Viktor minden nap megváltoztatja a véleményét, hogyha ez szolgálja az ő érdekeit. Orbán Viktor képes arra, hogy bennünket támadjon folyamatosan olyan hazugságokkal, amelyek csak a Fideszre és csak Orbán Viktorra igazak. Emlékeznek arra, amikor oltás ellenességgel vádolta a baloldalt, ahelyett, hogy magyar életeket mentett volna meg. Hogy 45 ezer magyar ember halt meg ebben az országban, mert Orbán Viktor nem azt a vakcinát szerezte be, ami a legtöbbeket megmenti, hanem amiből a legtöbbet lehet lopni. Orbán Viktor fölöslegesen alkalmatlan lélegeztetőgépeket szerzett be, nem csoda, hogy Ausztriában a lélegeztetőgépre került betegek 85%-a túlélte, Magyarországon 85%-a belehalt. De Orbán Viktor támadta az ellenzéket azzal, és most is éppen egy ilyen népszavazásra készül, mi egy másik népszavazásra készülünk április 3-án, de Orbán Viktor azt hazudja, hogy ez a vasárnap arról fog szólni, hogy bárki átműtetheti-e az önök gyermekeinket, unokáikat Jancsiból Juliskává, kisfiúból kislányá. Ez az Orbán Viktor, amely folyamatosan meleg ellenes gyűlöletkampányokról szónokolt és Brüsszel támadta, miután kiderült, hogy még a brüsszeli melegglobbi is fideszes. Orbán Viktor mindig az ellenzéket támadja, mindig olyanokkal támad bennünket, ami csak a Fideszre igaz.
Orbán Viktor azt hazudta, hogy ide Soros, Gyurcsány, Brüsszel, az ellenzék migránsokat akar behozni. Most már önök is tudják, hogy ki hozza be a migránsokat Magyarországra. Hogy 2019-ben a Fidesz saját bevándorlásügyi és menekültügyi hivatala szerint, a Fidesz saját bevándorlás és menekültügyi hivatala szerint 55 ezer migráns hozott be Orbán Viktor Magyarországra, 2020-ban csak 44 ezer, mert a Covid miatt nem tudott többet. Orbán Viktor beköltöztetett 20 ezer migránst, betelepített Magyarországra, 20 ezer letelepedési kötvényes migránst. Az a néhány év, amit ismerünk ebből a 20 ezerből, az mindegyik nemzetközi körözés alatt álló bűnöző és iszlamista terrorista. Mi nekünk ezért nagyon fontos, hogy Orbán hazugságait soha ne higgyük el. Mindig, hogyha hallanak Orbántól valamit, pontosan fogjanak gyanút, hogy ezt Orbán Viktor akarja megcsinálni. Orbán Viktor azzal is támadott bennünket, hogy mi fizetőssé tennénk az egészségügyet. Miközben az ellenzék programja az, hogy nem csak, hogy az állami egészségügy ingyenes legyen, de ha az állam nem tud önöknek hosszú várólisták miatt időben életmentő műtétre és vizsgálatra időpontot adni, akkor legyen a magánegészségügy is ingyenes. Ők fizetőssé tették az állami egészségügyet, mi ingyenessé tesszük a magánegészségügyet is, ha kell. Ezeknek a hazugságoknak nincs vége. Orbán Viktor most azzal támad bennünket, hogy mi ki sem képzett gyerekeket küldenénk meghalni Ukrajnába. Komolyan mondom, nem normális ez az ember. A gonoszság és a hatalomvágy, a lopás, a vagyonszerzés elvette az eszét. Nyilvánvalóan akkor, amikor mi azt mondjuk, hogy a NATO képes megvédeni Magyarországot, és nekünk ezért a NATO-t kell támogatni, akkor azt is hozzá kell tenni Orbán Viktor, hogy egyetlen NATO tagország sem küld katonákat Ukrajnába, hogy a NATO legerősebb hadseregének a főparancsnoka, az Egyesült Államok elnöke maga jelentette ki, hogy egyik NATO tagország sem küld katonákat Ukrajnába, de azt is megmondta, hogy minden NATO tagállam utolsó négyzetméterét is meg fogják védeni. Hogy bennünket csak a NATO tud megvédeni, az az Orbán Viktor, aki még egy bombákkal megrakott dróntól sem tudta megvédeni a Paksi atomerőművet. Nem képes megvédeni Magyarországot. Orbán Viktor nemzetbiztonsági kockázat. Orbán Viktor nemzetbiztonsági kockázat nem csak akkor, amikor nem tudja önöket megvédeni attól, hogy egy ismeretlen eredetű robotrepülőgép bombával berepüljön Magyarországra, itt 40 percet eltörtsön a légtérbe, és elrepüljön nem csak Paks, de Debrecen és Pécs fölött is. Orbán Viktor nem tudja önöket megvédeni attól sem, hogy itt terroristák legyenek, hiszen ő maga hozta be őket. Amikor 1 millió embert átengedtek Magyarországon, illegális migránsokat, 1 millió embert átengedtek. Köztük volt az az Abdeslam is, aki 130 embert lőtt le Párizsban. Ez az Abdeslam Orbán Viktor szeme láttára a Tekorra előtt vásárolt 200 ezer szimkártyát itt Budapesten. Terroristák 200 ezer szimkártyát vásároltak, úgyhogy Orbán Viktor ezt stratégiai nyugalommal nézte. Tudják, ez egy olyan életszerű jelenet, ugye, hogy önök bemennek egy mobilboltba Budapesten, kérnek egy SIM-kártyát, és azt mondják, 200 ezer lett, maradhat? Nem egy, nem kettő, nem ezer, 200 ezer SIM-kártyát. Orbán észre se vette, stratégiai nyugalommal nézte. Orbán stratégiai nyugalommal nézte, hogy bombázók röpködhetnek Magyarország felett, a Gripenek föl sem szálltak. Orbán nem képes megvédeni ezt az országot. Orbán minden nap mást hazudik, mint az előző nap. Orbán Viktor azt nem engedte meg, az egyetlen keleti NATO tagország volt, amely nem engedte meg a NATO csapatokat, hogy Magyarországon állomáshozzanak. Mert Putyin nem csak erre, még arra is megkérte nyilvánvalóan, hogy lépjen ki a NATO-ból, hogy Magyarország legyen újra a szovjet érdekszféra része. Putyin most építi vissza a szovjet birodalmat, és Orbán Viktor ezt is stratégiai nyugalommal nézi. Majd miután bennünket támadott azzal, hogy mi kiálltunk a NATO mellett, ő maga is azt mondta, hogy kiállunk a NATO mellett, és 2 héttel ezelőtt kedden Orbán Viktor, nézzék meg a magyar közlönyben, engedte NATO csapatok magyarországi állomásozását. Múlt héten csütörtökön Orbán Viktor és Szijjártó Péter kiutaztak Brüsszelbe. Kifelé menet kijelentették, hogy nem fogják engedni NATO csapatok állomásozását hazánkba. Nem kellenek NATO csapatok, ezt mondták. Majd bejelentkeztek a NATO csúcs után Brüsszelből, és dicsőségesen közölték, hogy jönnek NATO csapatok Magyarországra. 2 hét alatt 4-szer hazudtolta meg Orbán Viktor saját magát.
Amikor mi elmondjuk, hogy hazudnak, akkor mi nem magunkat, hanem Orbán Viktort hazudtoljuk meg, de Orbán Viktor saját magát is meghazudtolja. Orbán Viktor azt is elmondta ugyanis, hogy ha Magyarország területén fegyverszállításokat engednénk, az halálos veszedelem Magyarország számára. Egyébként minden keleti NATO tagország területén lehet fegyvereket átszállítani Ukrajnának, sőt, miután Orbán Viktor elmondta, hogy ez mekkora halálos veszély, a magyar közlönyben megjelentette, hogy engedélyezi fegyverszállítást Magyarországon Ukrajnának. Ott van a magyar közlönyben, ez még mindig ott van a közlönyben, a következő hazugsága azonban azóta sincs, amikor most tegnap előtt azt jelentik ki, hogy mégsem engedik fegyverszállításokat Ukrajnán keresztül. Elnézést kérek, ez mikor fog megjelenni a magyar közlönyben? Mit fog szólni arra Orbán Viktor, hogy már most is szállítanak magyar légtéren keresztül fegyvereket Ukrajnába? Hogy a török Bayraktar drónok Lengyelországon keresztül, magyar légtéren keresztül mennek Ukrajnának? Ehhez mit szól Orbán Viktor, aki bennünket támad fegyverszállítással, miközben folyamatosan megengedi és hazudozik az ellenkezőjéről? De a NATO csapatokra visszatérve, Orbán Viktor rendeletben engedélyezte, hogy jöhetnek NATO csapatok Magyarországra, de csak a Dunántúlra. Tisztelt miniszterelnök úr, nekünk nem Ausztriát kell megvédeni, nekünk Magyarországot kell megvédeni. Úgyhogy Orbán Viktortól követelem, hogy jöjjenek NATO csapatok az ukrán határig Magyarországra. Szóval egyetlen NATO tagország, így Magyarország sem engedélyezte soha, és nem is fogja, nem küld katonákat Ukrajnába, de Magyarországot Orbán képtelen megvédeni. Orbán 12 éve háborúzik, még a kórházba is katonákat küldött. Orbán mind a 12 év összes háborúját elveszítette. Orbán elveszítette a háborút a Covid ellen, itt haltak meg a legtöbben lakosságarányosan tavaly. Orbán elveszítette a háborút az államadósság ellen is. Többet megduplázódott az államadósság 12 év alatt. És Orbán elveszítette a háborút az infláció ellen is. Rekordinfláció, rekordhiány, rekordállamadósság. Ez van Magyarországon Orbán Viktor miatt. Azt mondja Orbán Viktor, hogy a háború állát ne az emberek fizessék meg. Rossz hírem van, most is önök fizetik meg Orbán és Putyin háborújának az árát. Most is önök fizetik meg azt, hogy Orbán Viktor még mindig Brüsszelt akarja megállítani, és nem Putyint. Béke csak akkor lesz, hogyha mi Brüsszellel szövetségesek vagyunk, és Putyint állítjuk meg. Putyint kell most megállítani. Ha Orbán Viktor a múlik, nem csak bombázók fognak röpködni az önök feje felett és az atomerőmű felett, ha Orbán Viktor a múlik, Putyin katyusái, rakétái és tankjai ott lesznek Záhonynál. És Ukrajna után tévedés ne essék, a következő áldozatok között ott lesz Magyarország is. Ha Orbán Viktoron múlik, egyetlen magyar ember élete sincs veszélye. Ott mindegyik magyar ember élete veszélyben van, nincs biztonságban Orbán Viktor miatt. Ahogy Orbán Viktor nem áll ki a kárpátaljai magyarság mellett sem. Orbán Viktor magára hagyta a kárpátaljai magyarokat. Ő a fegyverszállításról hazudozik és határozatokat hoz. Mi mentőautót adtunk a 128-as dandárnak, ahol ukrajnai magyarok is szolgálnak. Mi mentőautót adunk. Ő fegyverszállításról hazudozik. Nos, én azt mondom önöknek, hogy a béke, a háborúval szemben a béke, egy lesüllyedő, leereszkedő országgal szemben egy emelkedő Magyarország. Ez a tétje április 3-ának. Április 3-án váltsuk le hazánk 1000 éves történelmének legkorruptabb kormányát. Váltsuk le Orbán Viktor! Orbán Viktor nyilvánvalóan nem a megoldás, hanem a probléma maga. Orbán Viktor okozta az egészségügy összeomlását, nem fizette meg az egészségügy dolgozókat, alkalmatlan vakcinát, alkalmatlan lélegeztetőgépeket vett, kitiltotta még az betegeket is a kórházakból, míg máshol még az újságírókat is beengedték. Orbán Viktor nem volt képes kezelni, fizetősé tette az egészségügyet, nálunk 19.000 forint volt egy teszt, Ausztriában ingyenes. Érdekes módon Orbán azt mondta, hogy mi Ausztriát követjük, Ausztria mi laboratóriumunk. Rosszul figyelt, miniszterelnök úr, Ausztriában a tesztelés volt ingyenes, és nem a parkolás. Orbán Viktorra nagyjából semmit nem lehet bízni. Orbán Viktor kormányában az egészségügyi miniszter ásatást vezet, az egészségügyet a belügyminiszterre bízták, a vakcina beszerzést pedig a külügyminiszterre. Mire lehet bízni, mit lehet bízni erre az emberre?
Orbán Viktor maga a probléma és nem a megoldás. A mi számunkra a megoldás Orbán Viktor leváltása. Gyújtogatóra ne bízzunk a tűzoltást, április 3-án váltsunk le Orbán Viktor! Kövér László nyilvánvalóan Orbán teljes egyetértésével elmondta, hogy számukra nem a terroristák a nemzetbiztonsági kockázat, hiszen azokkal Orbán együtt vacsorázik, azokat átengedték a zöld határon, azokat betelepítették letelepedési engedéllyel. Kövér László számára a nemzetbiztonsági kockázat az ellenzék, ezért a Pegasus kémszoftvert ők nem a terroristák ellen használták, hanem önök ellen. Orbán Viktor vállalkozókat, politikusokat és újságírókat figyeltet meg egy kémszoftverrel. Tiszta kommunizmus ismét. Orbán Viktor visszaépítette a pártállamot, nem csak sajtószabadság nincs, megfélemlítés van, megfigyelés van ismét. Ugyanolyanok, mint Rákosi, csak többet lopnak. A választási csalások. Rákosi megszégyenítő megszervezésével szintén kivívta Orbán Viktor minden tisztességes, becsületes magyar megvetését. Szerbiából halljuk, hogy ott már nem a posta kézbesíti a szavazatokat, a levélszavazatokat, hanem Fidesz aktivisták. Ők is gyűjtik be, és ha kell, ők is x-elik be. Ezt a szervezett választási csalást, valamint azt, hogy ugyanez zajlik Erdélyben is, azt, hogy aki 10 éve regisztrál, de 9 éve meghalt, még mindig szavazhat. Ezért beszél Orbán Viktor ilyen nyugodtan, hogy még a halottak is hallják. Ahogy ezt Bőrös Tibor mondta, feltétlenül nézzék meg, rendkívül szórakoztató. Ha nem tudnám, hogy a mi életünkről van szó, még nevetnék is rajta. Szóval a szervezett választási csalás, aminek a jegyében ők engedélyezték azt, hogy bárki lefotózhassa a szavazólapját, hogy lehessen a közmunkásokat, állami alkalmazottakat zsarolni, hogy meg lehessen venni a szavazatukat. Orbán Viktor lehetővé tette azt is, hogy 200 ember beköltöztessenek egy lakatlan ingatlanba, egy olyan körzetbe, ahol ők nyilvánvalóan nem laknak és nem élnek. Hogy akár határn túl magyarok, miután odakint levélbe leadták a szavazatokat, nyugodtan beköltöznek ide egy lakhatatlan ingatlanba, és még itt is szavaznak. Választási csalások lesznek, voltak, még Pol Péter ügyészsége is, vagy 300-at talált az ukrán határ mentén 2018-ban. De a legnagyobb választási csalás a sajtószabadság hiánya. Az, hogy akármerre megyünk, az ellenzék a megfélemlítésnek köszönhetően legfeljebb 2000 óriás plakátot tudott szerezni a kampányhoz, a Fidesz 25 000 kampány plakátjával szemben. 25 000 plakáton van kint a hazugság. Mi 2000 plakáton tudjuk elmondani az igazságot. 4 év alatt 5 perc, hogy elmondjuk az igazságot, előtt 5 perccel, utána 5 perccel Orbán mondja a hazugságokat. Nyilvánvalóan nem lesz szabad és nem lesz tisztességes választás Magyarországon. Ez a háború, ez a harc, amit mi vívunk, mert Orbán Viktor vívja ellenünk. Ezt a harcot úgy vívjuk most, mint itt a Szénatéren is vívták 56-ban a hősök. Azt kell mondjam, hogy a vörös hadsereget akkor nem sikerült megverni, de most vasárnap esélyünk van nekünk szénatérieknek eltakarítani a vörös hadsereg mai utódait. Hogy már 4 éve is sorozatos választási csalások voltak, de már 4 évvel ezelőtt is a nem Fidesz szavazatok voltak többen. Ha Orbán Viktornak 48%-nyi szavazattal kétharmada lett, akkor bizton kijelenthetjük, hogy az 52% nem Fidesznek, ha összefogott volna, már 2018-ban is kétharmada lett volna a Fidesz ellenében. És most összefogtunk. Most megvan az az esély. Vasárnap leválthatjuk akár kétharmaddal Orbán Viktort és Korrupt Rendszerét. 4 éve dolgozom rajta, olyan egyszerű emberként, mint akik itt állnak a téren. 22 évig én a magánszektorban dolgoztam, adófizető állampolgár voltam, hazahoztam Amerikából 7 gyermekemet, hogy ebben az országban neveljem őket magyarnak. Egy egyszerű ember, aki nem politizált, aki nem a közből élt, aki nem az iskola padból ült be a parlamentbe, mint mondjuk Orbán Viktor. Mi egyszerű emberek most összefogtunk, civilek, akik egyik párthoz sem tartozunk.
de megértettük azt, hogy ha ez a hat párt és mi civilek nem fogunk össze, akkor Orbán Viktor örökké a nyakunkon marad, mi egyre szegényebbek leszünk, ők egyre gazdagabbak. És hazánkat újabb százezrek fogják elhagyni. Mindannyiunk a gyermekeink érdekében most összefogtunk. Egyetlen egy közös listán indulunk, önöknek is. Csak egyetlen egy esélye van a listás szavazólapon. Orbán Viktor leváltására, a fiataljaink itthon tartására és egy jóléti emelkedő Magyarországra, ez az egyes lista. Az Egységben Magyarországért hat párti szövetség listája. Képzeljék el, hogyha megnézik azt, hogy mit csináltak velem. Amikor Karácsony Gergelytől átvettem a stafétabotot. Amikor Karácsony Gergely azt a hasonlatot mondta tavaly októberben, hogy ez olyan, mint a kerékpáros versenyen, amikor bolyban mennek a kerékpárosok, és a legelső, az előhaladó fogja ki a szelet a többiek elől, az ellenszél őt éri, ő szenved a legtöbbet, ő dolgozik a legtöbbet, ő kapja a legtöbb támadást. Addig Karácsony Gergely ment az élen, most ez a szerep az enyém. Képzeljék el, ha egy 7 gyermekes keresztény édesapával, aki előbb volt jobboldali, mint Orbán, aki előbb volt keresztény, mint Orbán, ezt a lejárató kampányt csinálják, gondolják el, hogy mit kapott volna bárki más. Mit kaptak volna akár önök is, ha bármelyikük fölállt volna, és kimerálni a tolvajok ellen. Ezt a rendszert kell most megszüntessük, hogy továbbiakban bárki bátran vállalhassa el, hogy nem tűri a lopást. Hogy ne kelljen önöknek az állásuk elvesztésével, pályázatok soha meg nem nyerésével, akár kiüzetéssel, lejárató kampányokkal, hazugságokkal szembesülni akkor, ha tiszta lelkiismerettel, akár keresztényként keresztény lelkiismerettel is tiltakoznak Magyarország legkorruptabb kormánya ellen, akinek 45 ezer magyar ember halála szárad a lelkén, akik most sem tudják eldönteni, hogy a gyilkosokkal vagy az áldozatokkal legyenek, akik még mindig nem zavarták ki az orosz kémeket ebből az országból. Most éppen a mai hírekben hallhattunk, bizonyítékokat láthattak arra, hogy még mindig az orosz kémek uralkodnak a Szijjártó-féle külügyminisztériumban, hogy Szijjártó valószínűleg nem véletlenül kapott egy kitüntetést Lavrovtól, mert Szijjártó ugyanúgy, ahogy Orbán és orosz ügynök. Ő az 56-ot elnyomó orosz vörös hadsereg ügynöke. Ezek az emberek Oroszországban megmutatták, hogy nekik ellenség a civil társadalom. Nekik ellenségek, itt is látjuk, a hajléktalanok. Őnekik nem ellenségük a terroristák, nem ellenségük a háború. Ők háborút isznak és esznek. Orbánnak eleme a háború. Ez az ember egész életében háborúzni akart. Szerelmes a sorkatonaságban. Mondom, még egy kórházba is katonákat küld. Ez az ember most eljátsza, hogy Iványi Gábor mondta a gatyás békegalambot. Elhiggyük neki, hogy a háborút se tudta megnyerni, majd most megnyeri a békét. Arra kérem önöket, április 3-án szavazzunk a békére, szavazzunk Európára. Váltsuk le Orbán Viktor. Mert ahogy Orbán Viktor miatt, Trianon óta nem látott tragédiaként, 800 ezer magyar zömébe fiatalok, akiknek a gyermekei most nyugaton születnek, és akik mindig azt nézik, most április 3-án különösen, hogy lesz-e itt egy olyan ország, hogy ők hazaköltözhessenek. Azok az unokák, azok a gyerekek, akikkel önök csak Skype-on tartják a kapcsolatot, azok most árgus szemekkel nézik április 3-át. Nézik önöket, nézik a szüleiket, nézik a nagyszüleiket, hova húzzák az X-et. Egy olyan korrupt diktátorra, hazánk ezer éves történelmének legnagyobb bűnözőjére teszik az X-et, aki miatt itt szegénység lesz és újabb százezrek fogják elhagyni ezt az országot, vagy pedig most először teljes összefogással a nemzet nem azt nézi, hogy mi az, ami elválaszt bennünket, hanem azt, hogy mi az, ami összeköt. Hogy mi keresztények, zsidók, ateisták, mi mind magyarok vagyunk, mi cigányok és nem cigányok szeretetben össze tudunk fogni. Mi egy olyan hazát fogunk építeni, ahonnan nem kell elmenekülni, hogyha valaki Európában akar élni, mert Európát hozzuk ide, Budapestre, Európát hozzuk Magyarországra. Április 3. Arra kérem tehát önöket, hogy a következő néhány napban kevesebb, mint egy hét van hátra. Most vasárnap választunk. Gondolják végig, hogy kik azok, akiket még önök el tudnak vinni. Most először 12 éve azt mérjük, hogy az ellenzéki szavazó tábor elkötelezettebb. Most először azt mérjük,
hogy olyan hangulat van az országban, mindenki érzi, hogy most vagy soha, hogy április 3-án végre megvan az esély, megvan az összefogás, egy közös jelölt van minden körzetben, egy közös programmal, egy listával elindult az ellenzék. Hogy végre 32 év után felszámolhatjuk a korrupciót, mert csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, és Hadházi Ákos fogja kivizsgálni a tolvajlásokat, és őre bízunk az elszámoltatást. Azt az elszámoltatást, melynek a kék szalagját én is viselem, és viseljék önök is büszkén minél többen. Hogy végre legyünk egy tisztességes, becsületes ország. 32 éve nem látott esélyünk van rá, 12 éve először érezzük mi, ellenzékiek azt, hogy vasárnap minden csalás, minden túlerő ellenére mi leszünk többen. Váltsuk le Orbán Viktort vasárnap. Ezt kérem az önök támogatását. Önök már tisztában vannak vele, de a választási csalások és az állami propaganda miatt mondják el mindenkinek azt is, hogy a Fidesz rágalmaival szemben nem csak, hogy nem fizetőssé tesszük az állami egészségügyet, hanem szükség esetén a magánegészségügyet ingyenessé. Nem csak, hogy nem töröljük el a minimálbért, de a minimálbér újra adómentes lesz. 30 ezer forint nettóval több marad minden minimálbéres zsebébe. 30 ezer forint! Nincs az a mennyiségű krumpli, amivel a Fidesz ezt tudja kompenzálni. Ne adják el egy zsák krumpliért minden hónap 30 ezer forintját, hogy újra adómentes legyen a minimálbér. Hogy a Fidesz alatt 12 év alatt egy fillérrel nem emelték a családi pótlékot, az öregkori nyugdíjminimumot, az otthonápolási díjat vagy a gyest. Egy fillérrel nem emelték 12 év alatt, ezért annak vásárló értéke a felére csökkent. Méltányos és igazságos tehát, hogy a következő 4 évben az Orbán utáni kormány megduplázza a családi pótlékot, az otthonápolási díjat, a gyest és az öregkori nyugdíjminimumot is. Meg fogjuk duplázni ezeket a juttatásokat, hogy ne kell szegénységben élni annak, aki gyermeket vállal. Mondják el mindenkinek, hogy nem küldünk katonákat. Orbán Viktor soha nem kritizáltuk azért, hogy ő fegyvereket küld Ukrajnába, de egyetlen NATO tagország sem küld katonákat, mi sem küldenénk. Orbán Viktor hazugságairól ráncsuk le a leplet együtt. Segítsenek eljuttatni az igazságot minden polgártársunkhoz, minden magyar szavazóhoz. Vigyenek el mindannyian még néhány szavazót április 3-án, hogy mi legyünk többen, jobb és baloldaliak, akik megértettük, hogy a mély gödörből, ahova Orbán Viktor sodorta ezt az országot, a kijárat nem jobbra van, és nem balra van, hanem csak felfelé. Hajrá Budapest, hajrá Magyarország! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ha egy másodpercre tudnak még itt maradni, akkor megkérem a képviselő jelölteket, polgármestereket, politikusokat, hogy álljunk ide az önök előterébe és a fotósokat, hogy készítsenek rólunk egy közös képet. Kérem, addig még maradjanak néhány percet. Köszönöm szépen, szép napot kívánok önöknek! Isten óvja Magyarországot! Benne látom, ahogy állunk, te meg én, akár a többi fej leszegve, egy néma tömeg közepén. Ebből elég, fordulok feléd, és a szám egy dalba kezd. Te is belépsz, a kezdet nehéz, de egyre többen fújjuk ezt. Hogy a gonosz csak addig erős, amíg a jók tétlenek. Csak annyi kell, hogy vége legyen.